Pejovics lágyívelése, az nem is rossz, mert hogy nem volt les. Ott van még Csobot előtt a lövési lehetőség, és vezet a Szeged. A 12. percben, nem is Csobot volt az elnézést, Bence, aki ugye bekerült a Szeged kezdőjébe, és az ő jól eltalált lövésével előnyben a vendégek. Higgadtan veszi tudomásul a vezetést Dragan Bukmir. Itt volt az indítás, ezt rossz helyre fejelte vissza Eperjesi. A Csobot indult volna meg, és így került a labda végül. És most már tényleg jöhet a szabadrúgás a 20. percben. Horváth Krisztofer ível, nem is rossz az óriási helyzet és gyönyörű befejezés. Vári! Hát ez hideg zuhany a DVTK-nak. És hát ilyen rúgó technikájú játékos Horváth Krisztofer, hogy pont oda rúgta, ahol Vári tökéletes ütemben érkezett a hosszún, és egyből bepasszolta. Nem kilőtte a stadionból, nem fellőtte a stratoszférába, hanem be a kapuba. És hát nyilván Vári egy nagyon rutinos játékos, de azért ez a megoldás még így is szép volt. Tökéletes az ívelés, és tökéletes a befejezés is. Gojdos mehet, és keresztbe tudja passzolni Csobot helyzetben, 3-0! Azt a mindenit! Hát itt bő fél óra alatt a Szeged kiüti a DVTK-t. Nagyon sok van még hátra, meg láttunk már nagy talpraállást a Diósgyőrtől ebben a szezonban, de ez eddig parádé, amit a Szeged játszik. És Csobot is betalál. Hát egy rangadón ilyen teljesítmények kellenek. Ódor labdaszerzése is nagyon fontos volt. Keller lerántani sem tudta, és aztán az indítás tökéletes. Gajdos jól veszi észre a másik oldalon Csobotot, és aztán a befejezés mintaszerű. Lassan elfogynak a jelzők a szegediek játékára. A Várihoz hasonlóan Csobot is kapásból gyönyörűen eltekeri a hosszút. Horváth Krisztofer berúgja. Az 50. percben 4-0-ra vezet a Szeged. Hát ez egyre jobban kiütés szagú. Aztán hát szurkolótábort tévesztenek a szegediek, mert hogy kimentek ünnepelni a DVTK drukkerei elé. Ez nyilván nem a legszerencsésebb. Higgadtan elgurítja a jobb alsóba Horváth Krisztofer. Ez volt a 14. gólja a szezonban. Horváth ezt is berúgja, ezt most magasan, erősen, ez védhetetlen volt, és Horváth Krisztofer 2 gólt szerez a mai meccsen, meg kioszt egy gólpaszt, a Szeged 5-0-ra vezet a DVTK ellen. Teljes összeomlás az a oldalon. És ez most kétségbejtő lehet a diósgyőri szurkolóknak is, a játékosoknak is, lefocizza a Szeged a DVTK-t. Ez már megalázó.